A bútorokat biztosította a beliani.hu. Korrekt minőség remek áron kényelmesen. A műsort támogatta a kocsiguru.hu. Az egy kanapén egy saját gyártású műsor. Ha támogatnád a munkánkat, rendelj egy menő pólót a mottót.hu-ról, vagy ha kíváncsi vagy a videók bővített változatára, válaszd a csatornatagság funkciót. Egy kanapén Gyurcsány Ferenccel. Üdvözletem mindenkinek, szép jó napot kívánok, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Showtime YouTube csatorna. Majd nagyon különleges vendégem van, tulajdonképpen azon gondolkoztam, hogy volt már nálam a Vona Gábor, most itt ül nálam ő, és már valahogy csak az Orbán Viktort kéne megszereznem, és teljes lenne azt gondolom a felhozatal, és itt ül mellettem Gyurcsány Ferenc. Hello! Szia! Hello. Tudsz esetleg az érdekembe szólni pár szót, Viktor? Feltétlenül. Mert kell a telefonszáma? Megvan? Nincs. De nincs. Nem vagytok beszélő viszonyban? Nem. De miért nem? Hát ő így akarja. De te lennél, hogyha... Abszolút. Le tudnátok ülni, kávézni, mindenféle... Miért ne? Én nem tudom. Én kérdezem. Hát szerintem sem. Hát nem tudom. Utoljára mikor láthattunk? Talán az RTL-en láthattunk vitát, amikor ti így egymással beszélgettetek. Ami párbeszéd is volt, nem olyan, hogy a parlamentben. Hát nem tudom, őszintén nem emlékszem. Szerintem háromszor találkoztunk összesen életemben, amikor már politizáltam. Egyszer valamikor nagyon fiatalon, vagy egyszer-kétszer, ott a 80-as évek végén, de akkor tömegben. Uh-huh. Később meg csak ilyen teljesen hivatalos, tök nyilvános viták voltak. És ez hogy kell elképzelni? Ti bementek a parlamentbe, nincs olyan, hogy összefutok? Vagy nem tudom, jössz ki a fiú WC-ből, és akkor ő a kilincset adja neked? Vagy tehát nem szokott lenni, és ilyen kínos csend, hogy nem, nincs ilyen? Vagy ez... Te az esetek nagy részében teljesen másik folyosón mozgunk. Tudod, a patkónak az egyik felén az ellenzék, másik felén a kormánypárt, tehát eleve máshol közlekedünk. Uh-huh. Ne, ha meg időnként összefutok, akkor jó napot, miniszterelnök úr, jó napot. Ennyi. Felnőttesen, férfiasan. Hát orosz sem tudja, de igen, valahogy így. Nem kensz fogkrémet a kilincsre, mikor tudod, hogy ő van benn magyarán. Jó ötlet. Jó, jó ötlet. Legközelebb megpróbálom. Jó ötlet. Na, az első kérdésem, ami nem az első, hiszen már volt, engem nagyon érdekel. Mi kell ahhoz, hogy valaki miniszterelnök lehessen? Hát nézd, az érettségig el kell menni. Érettség az a minimum. És azt gondolod, hogy el kell menni. Én... Több mindent csináltam az életben, ez egy meglehetősen bonyolult szakma, ha az ember a tetejére akar érni. Az egészségügytől a biztonságpolitikáig kell, hogy értsen a dolgokat, tehát mondjuk kell egy viszonylag jó fogalmi gondolkodás. Képes, hogy megkülönböztetni a bonyolultat, az egyszerűtől, a fontosat, a nem fontostól. Te úgy érzed, neked ez megvan, ez a képességed? Hát, bocsánat, szerintem ezek persze. Tehát nem kell szerénykedni, ez nem az a kanapé. De valójában ugye nagyon sokan foglalkoznak politikával, uh-huh. politikai elemző, újságíró, tanácsadó. A politikus abban más, hogy nem biztos, hogy ő a legokosabb. Tényleg nem. De hogy ő az, aki tud hatni az emberek lelkére, szívére, és elnyeri sokaknak a támogatását, hogy te képviseljél. Hát valójában azért a legfontosabb része a dolognak a intelligencián kívül, hogy képes vagy az emberekre hatni, akik elfogadnak téged képviselőnek. Te hogy kezdted? MSZP, ugye? MSZP? Rendszerváltás igen. Után vagyunk, én megszülettem. És nem voltam sehol. És nem voltál sehol. Egy pénzügyi tanácsadó cégnél dolgoztam, kezdtem kifutó fiúként, aztán mentem fölfelé, eljutottam az igazgatóságig, aztán úgy döntöttem, hogy nem másnak segítek pénzt csinálni tanácsadóként, hanem a sajátomat, és akkor 3 év után csináltam egy saját céget, és akkor azt csináltam nagyon sokáig, 7-8 évig valójában, és te azon kaptam magamat olyan 2000 környékén, hogy engem ez nem izgat már. Szóval tényleg volt akkor elég pénzem magyar viszonylatban elfogadhatóan sok, és nem izgatott, hogy akkor még további pénzügyi mérlegeket nézzek, meg nem tudom micsodát. Untatott? Nem izgatott te. Szóval tudod, amikor neked nyilván ez a műsor jár a fejedben, gondolom én, vagy az egyéb műsorai. Tehát amikor éppen nem a haverokkal sörözöl, vagy nem tudom, akkor jár az agyad, hogyan lehetné jobb.
Én megadom kaptam magamat, hogy amikor nem köt le valami, akkor előbb-utóbb mindig a politikájára vagyok. Uh-huh. Elkezdtem írni, elkezdtem magyar és angol nyelvű tanulmányokat, könyveket olvasni, volt, amit lefordítottam és inattam ki, és húzott magával, mint az örvény. Na, szóval nem tudtam ellenállni valójában. Ebbe volt ilyen, nem tudom, financiális meggondolás, hogy azért ezzel lehet keresni is, hogyha valaki politikusnak áll? De nekem akkor, most nyilván van akinek igen. Egy mostani átlagos parlamenti képviselő havi 1 millió körül visz haza. Az nem rossz pénz, ugye? Hát nem. Szóval... Tesco-ba valamennyivel kevesebbet keresnek. Így bizony. Szóval én mindig azt mondom, hogy nézzétek, ez én szerintem Magyarországon messze az átlag felett van. Az átlagfizetés 3-szorosa körülbelül, az átlagfizetésnél sokan keresnek. Hol 300 ezer az átlagfizetés? Hát a hivatalos statisztika szerint 336-nál tartunk. Én nagyon rossz helyen járok. Ezek szerint az én is erőseim nem keresnek 300 ezer. Bizony, de hát ugye az átlagfizetés, de most nem menjünk bele, nem keverendő össze a medián fizetéssel, de ezt nem mondom el, hogy ez mi a különbség a kettő. Még matekóráról valami rémlik, a medián, persze. Igen. Szóval ahol pont annyian kerestek többet, mint kevesebbet, ez annál lényegesen kevesebb a medián fizetés, mert sok magas fizetés van, de ne menjünk bele. Nem, tehát én akkor már jó módon embernek számítottam. Sőt, ha a végére ugrok, akkor én azon szerintem kevesek közé tartozom, aki most már viszonylag hosszú, lassan 20 éves politikai pályafutás alatt sokat veszített a saját vagyonából. Volt miből, de sajnáljál, maradt is. Eszem ágában nem volt. Nem? De nyugodtan sajnálhatsz. De irigykedhet is egy picikét. Elindult a nagy MSZP kampány, ugye a vörös szegfűket kaptuk az akkori Moszkva téren, nőnap és minden egyéb ünnep alkalmából, majd meg is nyertétek a választásokat, sőt, mi több miniszterelnök is lettél. Az már azért jóval később. Hát jóval, de most ugrottunk egy nagyot, igen. Mert még nagyon 2004. Sokat... Igen, 2004-ről, tehát hogy eljutottunk, beszálltál a politikába, politizáltál, MSZP, és akkor miniszterelnök lettél, igen. Csak így gyorsan átugorva az egészet. És aztán elérkezett 2006, ami engem úgy érintett, hogy akkor én is utcára vonultam magyar zászlóval eltakart arccal, és én is kiabáltam, fogalmam sincs, hogy miért, akkor ezt éreztem helyesnek, és valószínűleg nagyon sok ember is ezt érezte helyesnek, és egy emberként mindenki azt követelte, hogy te mondjál le. Te hazamentél, és ezt te hogy élted meg? Mert akkor... Melyik részét? Azt a részét, hogy az az ország, amelyik téged megválasztott, az egy hangfelvétel, vagy igazából egy nap alatt ellened fordult. Mm-hmm. Szóval nézd, amikor kimentél, ezek szerint nemzeti színű zászlóval takarva az arcodat, akkor ismerted az egész felvételt? Dehogy. Én még a felvételt sem ismertem, mentek a haverjaim, 15 éves voltam, Gyurcsány takarodj, és én is ott voltam. Ennyi volt. És akik ismertek belőle valamit, azok mit ismertek? Hogy azt mondja a Gyurcsány, hogy kurva ország, hogy hazudtunk. Ugye, tehát a szövegnek ilyen mondatait, ezek egyébként valóban el. A vita azóta is arról szól, szerintem ez egy megoldhatatlan vita, szerintem ez az egyik, bocsánat, a legnagyobb beszéd abban az időszakban. A legerősebb erkölcs, hogy nem értitek, meg kell változtatni. Azt szoktam mondani, hogy mondok gyors neked két példát, ha egy szülő baromi ideges a gyerekére, már megint nem tudom mi a frász csinált, akkor nyugodtan tudja azt, hogy letépem a füledet, és a jobbat kicserélem a ballal. De ez valójában nem egy súlyos testi sértéssel való fenyegetés, hanem hogy imádlak, te hülye. Miért nem viselkedsz másként? Szóval ez a kontextusa. Ha van egy fantasztikus szerelem egy hálószobában, ha azt kulcsokon keresztül felveszik, és kicsikét szórakoznak vele, akkor abból a fantasztikus szerelemből felnőtt film lesz. Manipulálták ezeket a felvételeket? Nem ér semmit el a pár szó, a környezet, a kontextus, a szituáció nélkül. És akkor ilyenkor ez a dilemma, hogy mi a helyes? Igaza van-e Eszterházinak, vagy Nádasnak, akik akkor azt mondták, hogy Isten ments, hogy lemondjál? Te úgy döntöttél, hogy nem mondasz le. Ez sohasem csak egyéni döntés. Sohasem. Szóval nézd, én... Itt egy parlamenti többséget képvisel. Én ott onnantól kezdve nem magánember vagyok. Jó, de te magánemberként le akartál mondani? Nem.
Tehát te magánemberként se gondoltad úgy, hogy le kéne mondani. De tudod, ez nem magánemberi szerep, ez nem az, hogy elválok a feleségemtől. Uh-huh. Betöltesz egy közjogi funkciót. Ott van mögötted a törvényhozás többsége, két párt, azokkal beszélsz, hogy mit gondoltok, mit csináltok. Senki nem akarta, hát legalábbis szemembe mondani. Ugye ki tudja, hogy hátul ki mit csinál, de szemembe, hogy Feri, tudod, hagyjuk ezt úgy a francba, és hajrá, húzzunk el. Lett egy bizalmi szavazás a parlamentben, a szöveg nyilvánosságra kerülését követően egy héttel, 10 nappal, amikor fel kellett emelni a parlament többségének a kezét, hogy akarják-e, hogy a Gyurcsány maradjon, vagy nem akarják. Akarták. Uh-huh. Azt mondják, hogy talán nem is ez volt ennek a, tehát nem feltétlenül ezért a pár mondatért, ami kiszivárgott, hogy ezért kellett volna lemondani, hanem hogy az utána lévő dolgokért, ugye, ami a tüntetéseken volt, hogy emberekre lőttek, tudod? Tehát, hogy ezért te ebben nem éreztél felelősséget? Nem lehet nem elfelejteni, de figyelj, hogy a dolog egyik oldalról iszonyatos hirtelen zuhan rá egy olyan országra, mert nem látott ilyet évtizedek óta. Hát a rendszerváltás óta tulajdonképpen. És a rendőrség, hogy mondjam, hát elég setes után viselkedett. Mi több, először szeptember közepén, most volt az évforduló ennek éppen a napokban, hát hogy mondjam, a rendőröket rakták meg rendesen ott a tévészékháznál. Hát ez messze túl volt minden törvényes határa. Messze. Amikor azt mondják, hogy a rendőrök voltak brutálisak, hogy az egy hónappal később, október 23-án van, az nagyjából világos, hogy ott azért sok hibát elkövetett a rendőrség, de muszáj azt mondanom, hogy barikádok emelése, autók felgyújtása az nem a törvényes gyülekedési jog gyakorlása. Ott mindenhol a világon. Láttál már Párizs külvárosában hasonló jeleneteket, és hogy mit csinál a rendőrség, vagy szerte a világban? Sajnos, ha ilyet lát a rendőrség, akkor azt mondja, hogy tessék menni, vagy megindulunk. Hát értem, de tudod, ez olyan, hogy aki, bocsánat a kifejezésért, kurvának meg tudod, ne csodálkozzon. Tehát egy rendőrnek az benne van, és nyilván a tüntetőnek, aki kimegy és autókat gyújtogat, annak is benne van. Na, igen. Hát akkor maradjunk ennyiben. De nem állítottál szőnyegszére ezért valakit, hogy miért lőttetek emberekre? Sőt, azt mondják, hogy konkrétan te adtad ki erre a... De ez egy hülyeség, Zsolt, hát szóval ne szórakozzál. Hát én tizedszer is végig beszélem vele ezt a dolgot. Szerinted van olyan tisztességes politikus, aki azt hiszi magáról, hogy érti, hogyan kell tömeget kezelni, oszlatni, hogy milyen eszközöket kell bevetni? Hát ez nektek talán nem dolgotok, nem? Tehát erre vannak, gondolom, hát emberek, abszolút, akik tudják. Persze, hát nem értünk hozzá. A miniszterelnöknek egy dolga van ilyenkor, hogy azt mondja a rendőrségnek, ezt nyilván mondtuk is, de hát ezt őszintén, szóval minden miniszterelnök mondja, hogy tartsátok fel a törvényes rendet, hogy azt hogyan kell csinálni, hogy mi itt a pontos eljárás. Hát honnan tudna egy miniszterelnök, hogy egyébként ezt rám tolják? Hát persze, nézd, a gyurcsányozás az egy nagyon fontos, hogy a társadalom lélektani funkció. Levezet egy csomó frusztrációt, és lehet ezzel válaszolni egy csomó gondra, bajra. Nem kell bevenni este Xanaxot, szoktam mondani, mert két gyurcsányozás, és megnyugszik egyik másik ember. Nem vettél be sose? Xanaxot nem. Akkor nem tudom elképzelni. Tehát azért ezt egy sokkal nagyobb, sokkal, hogy hazamentél, és nem tudom, egyáltalán mit mondjuk a feleséget? Tehát, hogy mit mondod, hogy Feri, ezt lehet, hogy tényleg elkúrtad? Vagy azt mondta, hogy figyelj, Feri, megoldjuk, vagy mi volt? Tudod, hogy én erre vagyok kíváncsi, mert azt láttuk a sajtóban, mindent láttunk, amit látni lehetett, csak hogy te magad ezt hogy élted meg, mert ez egy nagyon durva dolog. De még az a kérdés, hogy hiszel-e az igazadban? Ha hiszel az igazadban, akkor mész előre, amíg van hozzá erőd. Hozzáteszem, ha már kérdezik, a Klári nálam e tekintetben még keményebb. Tehát ő soha nem azt gondolta, hogy ezt fel kell adni, meg kell küzdeni az utolsó percig, igazad van. A hazádért küzdesz. Ez az egész történet arról szól, hogy egy másik országot csináljunk. És én hittem. Lehet, hogy neked attól függetlenül, hogy te egy miniszterelnök vagy, te ha hazamész, te nem a miniszterelnök vagy, hanem te hazamész, akkor apa vagy, te férj vagy, és te ember vagy, és... Megküzdöd ezt is! Egyébként nyilván ezekben a hetekben az ember, hogy mondjam, hát kevésbé apa és kevésbé férj, mert nem az olyan az esze, és amikor a gyerekeimnek hoztak golyóálló mellén kisméretben. Ja, Istenem. Azért, és akkor valóban eldöntöd, azt mondom, nem.
Na van egy hazám, meg fogom csinálni, be fogom bizonyítani, hogy nekem van igazam, hogy egy áramánytámadás ért egy végtelenül tisztességes szándékot, hogy hagyjunk fel az elmúlt 16 év tiritoliával, csináljunk egy rendes országot, mondtam. Nyilván nem voltam hibátlan. És ami a fejemben volt, az sem volt tökéletes. Nem állítom. De hogy mély szenvedéllyel, nagy szeretettel a hazámért csináltam, azt nem vitathatják el tőlem. Viszont hát cserébe kaptunk egy kétharmadot. Mennyire érzed magad felelősnek ezért? Te nyilván, aki előtte kormányzott, és én előtte kormányoztam egy jó ideig. Ritkán beszélünk erről. Ilyen típusú küzdelemre csak erős, egységes hátországgal vállalkozhatsz. Valójában nem én fogytam el személyemben, hanem mögöttem lévő politikai világ. És az, hogy az utolsó egy évben nem volt politikai kormányzás, amikor a Gordon volt a kormányfő. És azt mondja, hogy egyformán hazafi, meg demokrata a Mesterházi is, meg a Orbán is a választások előtt egy hónappal. Tehát nagyon sok minden sztori van, nem szoktuk ezt kibeszélni, mert itt is a legkönnyebb, hogy na ide fia Gyurcsánykán, nem te vagy a felelős. De ez annyira lent van, annyira közepes ez a történet, miközben nyilván te, hát hogyha én vagyok a kormányfő, akkor persze. Most mégis te vagy a legnagyobb ellenzéki párt, a DK. Akkor ez hogy lehet összeegyeztetni? Mit tudsz te, hogy ennyi, bocsa kifejezés és szarral a hátad mögött, mégis te vagy a DK-nak jelenleg az elnöke. Ezt hogy csinálod? Te nézd, én meglehetősen azt gondolom magamról, lehet, hogy nagyképpen én egy normális pasi vagyok. Én egész egyszerűen ugyanaz képviselem nagyon régóta. Nincsenek cikcakok abban, amit én csinálok. Baromi sok munkát teszünk bele. Van egy nagy előnyünk, itt a Lén pártomban azt úgy hívják, nyilván akik bennünket néznek, nem feltétlenül ismerik a politikát, hogy demokratikus koalíció. Ebben egy végtelenül szisztematikus napi munka van, nagy fegyelemmel. Nem kóvájgunk, csináljuk. Nézd, akinek kell, annak kell. Akinek nem kell, meg másra szavazol, vagy van itt választék. Volt, jó, hát ezt most csak mondod, hát azért neked nyilván nem mindegy. Tehát, hogy most persze azt mondod, akinek kell, nem, de ha az így lenne, akkor leülnél, elkávézgatnál, délben hazamennél, megnéznéd a délutáni sorozatokat, de hát nyilván nem ez van, hiszen kampányoz. Olyannyira, hogy csetelsz fiatalokkal. Tehát, hogy Gyurcsány Ferenc rámért Messengeren, figyelj, tehát, hogy utána a Karácsony Gergő, nem tudtam, hogy melyik kötöknek írjak vissza először, de hogy... Miért nem? Hát nem tudom, hát melyik ujjamat harapjam, tudod, hogy most ez van. Tehát, hogy azért nem mindegy, nem mondjuk azt, hogy neked mindegy, meg hogy kell, nem, mert hogy nagyon toljátok magatokat. Te, Zsolt, még a adás előtt kérdeztem, hogy hányan néznek téged. Igen. És mondtad, hogy ilyen 180-200 ezeren nagyjából, ugye nagyságrendileg ilyesmiket mondok. Átlagosan, igen. Átlagosan. Nyilván van rohadt jó műsorod, meg vannak gyengébbek. Nem arra törekedsz, hogy ebből legyen 300? Hát dehogy nem. Látom. De én nem is mondom, hogy mindegy, hogy nézik, vagy sem. Nem, én csak azt tudom mondani, hogy van választék. Tehát mi nagyon elvégezzük a dolgunkat. Nagyon. Ahogy te is ezen töprengsz folyamatosan, 200%-ról kezdtük. És mindig azt mondták, hogy Gyurcsány, nem lesz ebből semmi. Mikor ötlet, jó, ötlet, de nem lesz ebből több. Mikor azt mondták, hogy 10, na jó van, hát 10, de itt a vége. Hát most ilyen 16-7, vagy közel 1 millió ember támogat bennünket. Abban azért mondom, hogy nem kell abból nagy ügyet csinálni, hogy állandóan bújom a kutatásokat. Tedd a dolgot, áldjon meg a jó Isten. Csináljál jó csapatot, egy nagyon egészséges csapatot DK-nak hívunk. Legyél normális, velem nagyon nem lehet veszekedni. Én, közben néznek a kollégáink bennünket, a felvételenök tudják, hogy én nagyon ritkán emelem föl a szavamat. Én nem pofázok bele mindenbe, hogy ki mit csináljon. Vannak rohadt jó kollégák, megteszik a dolgokat, engem tájékoztatnak, próbálok én az egésszel foglalkozni. És rohadtul élvezem, meg kell valami. Te valószínűleg nem emlékszel rá, de egy Pride-on voltunk kint, és én oda mentem hozzád, hogy lövünk egy selfit, én már egy kicsit be voltam rozézva értelemszerűen, és mondtad, hogy persze, jöjjön, és csináltunk egy selfit, és én ezt is, amikor megkereslek téged, ezt küldtem el. Tehát ezek szerint te jársz Pride-ra. Vagy hát akkor voltál. Sokszor járok Pride-ra. Ha itthon vagyok Pesten, akkor inkább megyek, aha, mint nem. De hát tudod, ez egy ilyen nagyon kényes kérdés. Még az én támogatóim is, amikor
velük találkozom mondjuk egy vidéki fórumon. És a végén jönnek, hogy aláírás, meg fénykép, meg csodafene. Uh-huh. Arra hívnak azt, hogy elnök úr, imádjuk magát. Azt kérem, hogy a buzikról ne beszéljen. Hát ezt megkedjük el. Tudom én, hogy mit képviselnek, csak nem kell arról beszélni. Na, hát tudja, azokkal minden baj van, még az is lehet, hogy betegek. Na, szóval ez egy rohadt nehéz dolog. Magyarország az egyik legkonzervatívabb ország Európában e tekintetben. Családmodell, szexuális levek, elegánsan gender. Gender, most igen, már igen, most már megtudtuk ezt a szót is. Miközben ugye éppen a napokban Ferenc pápa azt mondja, hogy legyetek bátrak szeretni, mikor fogadott 40 olyan szülő, döntően asszonyokat, katolikus, mélyen hívő asszonyokat, akiknek egyik-másik gyereke meleg volt. Hát az, hogy van 100-ból 5-6-7 olyan pár, akik jobban hoznak saját ebből, én ettől nem féltem. Az emberiséget, a hazát, a család eszményét. Nem halunk ki? Nem? Azt érzem, hogy ne, őszintén, nem halunk őszintén ki. Szóval nem. És azt gondolom, hogy csak arra jó, hogy ismét legyen valaki, akiket lehet utálni, gyűlölni, megbélyegezni, szeretni fantasztikus. Leszel még miniszterelnök? Nem hiszem. Ha lennél miniszterelnök, házasodhatnának a melegek és fogadhatnának örökbe? Erre hány percünk van? Csak kevés. Röviden. Röviden. Azt gondolom, ilyen ügyeket nem szabad erővel kikényszeríteni. Tudni, mit fogsz vele elérni? Azt fogod elérni, hogy az ország 70%-a megutál, egy nagyon fontos ügyben le is vált természetesen, vissza is vonja ezt a jogot. Kétsége van abban, hogy törvénnyel szabad-e közelkölcsöt megpróbálni, megfordítani. Fordítva kellene csinálni, azon dolgozni, hogy fogadják el a magyarok a szeretet szabadságát, és ha elfogadta már a többség, akkor törvénybe is iktassa. Hát akkor te nem reformokat hozol, csak learatod a babérokat. Nem. A reform az nem a törvénykezésből áll, a reform a társadalmi kultúra megváltoztatása. A sokkal nehezebb. Nézd, törvényt hozni, őszintén szóval szólunk most itt az adás vagy a beszélgetés alatt pár kollégának, hogy írják meg azt a három szakaszt a törvénybe, és adják be módosító indítványt. De ennyi. A holnap van többséged, megszavazzák. Azt mondják, ha ti adjátok be, azt nem szavazzák meg. De érted, hogy miről beszélek. Tehát nem az a nagy munka, hogy átírni három helyet a törvényben, és megszavaztatni, ha van többséged. Az semmi. A nagy munka, hogy a többséget el is fogadja. Mert volt itt az Alföldi, most itt vagy te, most már tényleg kell jönnie, nem tudom, a Novák előttel már beszélgettem, de nem itt, úgyhogy valakit meg kell hívnom, valahogy így ellensúlyozni tudjuk, mert a végén... Vinyánszkit még... hív meg, kéne Vinyánszkit. Szépen. Vinyánszkit. Most hadilábon állsz. Most hadilábon állsz. Mi volt az a kijelentés? Semmi. Különösen egy színházi embernek ezt érteni kell. Akik ennek a rendszernek a működésében vezető szerepet játszottak, azokra szerintem egy demokratikus rendszerben nem kell számítani. Ez ennyit jelent. Sem többet, sem kevesebbet. Hát jó, de figyelj, azért te időd alatt is voltak olyan emberek, nem, akik azért kerültek pozícióba, mert hogy éppen akkor te voltál a miniszterelnök. Lesznek is ilyen emberek. Tehát beszéljünk világos. De az nem probléma, hogy... Hogy lesznek? Hát azt mondta, nem leszel a miniszterelnök. Nem nálam lesz, hanem általában lesznek ilyen emberek. Hát, tudod, itt a különbség az, hogy igazunk van akkor, amikor azt mondjuk, hogy ezek diktatúrát építenek. Ha igazunk van, akkor rendszerváltozás jön. A rendszerváltozás után a demokratikus köztársaságpárti kormány nem fogja alkalmazni a diktatúra embereit. Hát mit kellene meglepődni? Sokan azt mondják, hogy most azért nyitsz a fiatalok felé, mert ezek a gyerekek még 2006-ban kicsik voltak, és már nem emlékeznek, hogy mi volt akkor. Ebben van ráció? Nincs. Van ebbe tudatosság? Egy hülyeség van ebben. Nézd, szóval, de akkor miért nyitok az idősebbek felé? Ők meg tudják. Hát az a dolgom, hogy a választóimat képviselem. Van fiatal, van idős, van közmunkás, nyolclátlánost végzett, van akadémikus. Mindegyikhez utat kell, hogy találjak. Mindegyikhez keresem is. Itt valójában azért morgolódnak sokan, és mondanak ilyeneket, mert rohadtul nem tetszik nekik, hogy ez a kurva Gyurcsány ez. Most már szót ért például a fiatalokkal is, mert eddig csak a nyugdíjas tagozattal értett egyet, az öreg asszonyokkal, és most meg ezek jönnek. Hát ez a dolgom, hát most nem tudok mást mondani. DK önálló pártként tud szerinted kormányt váltani? Nem. És akkor van baloldali összefogás? Te, ez több mint baloldal, hát azért
bárki bármi akkor gondolja. Akkor ellenzéki összefogás. Te, az van. Van. De és akkor ezt miért nem látjuk? Van. Legalábbis én nem látom. Tehát én azért megmondom az igazat, most kéne ott állnom a szavazófülkébe, lehet, hogy vakarnám a fejemet. Ugye, még a ciklus alig több, mint közepénél picike vagyunk túl. 6 párt megállapodott, hogy együtt fog indulni, ezen túl vagyunk. Szerintem ezt te már hallottad, nem? Uh-huh. Ezt hallottad. 6 párt elnöke rendszeresen találkozik, mögöttünk már csapatok dolgoznak, zajlik a munka tök rendesen, a pártelnökök találkoznak 4 szem közt is, én is az elmúlt napokban valamennyi ellenzéki pártelnökével találkoztam. Ja, hát tesszük a dolgunkat, azért, ha csak nem dől össze ez a rendszer, akkor, és 22-ben van választás, a mi szakmánk szabályai szerint akkor nagyon jó időben vagyunk. Fog ez működni? Mert azért vannak, hát hogy is mondjam, pár évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy Gyurcsány Ferenc koalíciót a Jobbikkal, akkor azt hogy nagyon-nagyon nevetek, de hogy van, tehát nincsenek akkora ellentétek, amiért majd azt fogják mondani, és amire egyébként számítanak is az emberek, vagy nem is számítanak, inkább tartanak attól, hogy igen, 15 hónap múlva majd x-elni kell, és 13 hónap múlva a Jobbik azt mondja, hogy én nem tudok veled tovább együtt dolgozni, a Momentum azt mondja, hogy én a Jobbikkal nem tudok tovább együtt dolgozni, és mindenki szétszéled, és megint ott vagyunk a szarban. De nézd, ezek tök természetes konfliktusok, viták. Ha az RTL klubnak, ahol te dolgoztál állítólag, dolgoztál, ezt mondhatjuk, dolgoztam, persze. Össze kéne olvadni a TV2-vel, szerinted egy hosszú beszélgetés lenne? Nem, valószínűleg egy nem lenne. Na, de ugye, tehát érted? Igen, nem. Szóval, ha a Barcelonát össze kéne vonni a Real Madriddal, az egy nehéz beszélgetés lenne. Két vállalat összevonás, minden ilyen rohadt nehéz. Itt identitások vannak. Szóval ez, nem úgy van az, hogy majd a technikailag ezt megoldjuk. Én szerintem tök jól állunk ebben az ügyben. Én sem hittem volna részint sok évvel ezelőtt, hogy meg tudjuk ezt közösen ugrani. Van két fontos sztori, részint az, hogy Budapesten és jó néhány nagyvárosban. Ez rohadt jól működött egy évvel ezelőtt. Másrészt minden, mi is kutatunk, nyilván te is nézegeted a te dolgaidat, minden kutatás azt mutatja, hogy a ellenzéki választók 90%-a azt akarja, hogy közösen. Na most aki ezzel szemben, az megöli magát, tudod? Tehát akkor most azt mondod, hogy 2022-ben leváltjátok a jelenlegi kormányt? Azt hiszem, hogy leválthatjuk jó esélye. Jól kell csinálni. Jól kell csinálni. Mi lehet a buktatója, ha mégsem? Hát, hogy szarul csináljuk. Hát, az a buktatója, hogy nézd, szerintem most tök rendben mennek a dolgok. Jövő őszig le kell zárni ezeket a pártközi istenharagjákat, hát téged is untatna, engem is időnként rohadtul untat. Fé, engem a politika olyan. Rohadtul, vagy nagyon idegesít, vagy nagyon untat. Ez a két opció. De ez tök rendben van. Na, de akkor nézzük meg, hogy mit csinálsz, amikor nem politizálsz. Gyereket fektetsz Brüsszelben, igen. Ja. Milyen hobbiaid, a főző, volt neked szakácskönyved, jött ki neked szakácskönyved. De most is nagyon sokat főzök, azért is vagyok ilyen rohadt szépben, láthatod, hogy felvettem a legszebb pólómat. Igen, ugye? Ápol és eltakar. Na, én, mert most tőle Lipla-Blatóra fogok rohanni, mert nálam ma este nagyon sok ember, politikusok meg tudós emberek lesznek. De nem összödre? Nem. Jó, na, most, azt a vigyázni kell. Megint szarakodsz itt velem, látom, jó van. Jó, szóval, csak hát kérdezem, hogy... És főzök ma, mit tudom én... Petrezselyem krémleves, tudod, hogy a petrezselyem krémleves, az nagyon érdekes. Nem ettem még, de tudom, mi a petrezselyem. Maulner Zsófi, aki egy kitűnő nő, a Csili és Vaníliának a szerkesztője, írója, hogy mondják ezt, ugye, a gasztroblogger, Maulner Zsófi. Neki van egy kitűnő receptje, meg ilyeneket fogok majd csinálgatni. Na. Ja. Volt valami kis cicás posztot, kaptam erről fülest. Kell egy? De Isten meg! Gyerekek, van 2 még eladó. Ne. Nézők, figyeljenek, van 2 kis cica. Nem kell valakinek, mert... Mennyiért adod? Szavazatért ingyé, vagy pénzért? Ingyé, gyerekek, ingyé. Köcsén egy ilyen vándor cica oda költözött hozzánk, és 2 is megellett az idei tavasszal és nyáron. Egyszer 3 kis kölyök, egyszer így, hogy 7 kis cicánk volt köcsén. Abból 5-öt sikült ajándékozni, hát 2 hazahoztuk, úgyhogy itthon már 3 darab kis cicánk van, mert volt már, meg egy kutyánk.
olyan, mint egy állatkert úgy nézek. Te gyanús vagy te nekem, a vona kiskutyákat simogatott, te kis cicákat, te tényleg nagyon összejöttetek a Jobbikkal. Gyanús vagy te, egyszer a cuki kampány már bejött. A vonával még nem is találkoztam valójában, nem is találkoztam. Nem? Én igen, ott ült a holtán. Igen, nem, azóta cseréltem kanapét, ne izgulj. Húzatot. Megnéztem, hogy rendben van. Új a kanapé. Oké, főzöl, kis cicázol. Van egyáltalán szabad időd? Te van. Tehát most van. Ha éppen nincsen ilyen nagy, nagy kampányidőszak, most már lehetne, mert én ilyenkor már vidéket szoktam járni, de Covid miatt nem tudunk menni. Ha ellenzékben vagy, és lássuk, Covid van, mint most, tudják, a koronavírus, akkor azért van, ez nem így van. Ha rá tudom magamat szedni, akkor nagyon sokat sportolok, aztán megint kihagyok 3 hónapot, és akkor megnőn a hasam, próbálok úgy, hogy ne lássad. Most nem szedted rá magadat. Rohadt életbe. Én sem, ne nézd. Én nagyobb, ne szorok hozzá. De én ügyesebben húzom be? Ja, hát mert te megtanultad, hogyan kell ehhez ülni. Hogyne. És akkor nagyon sokat sportolok, az nagyon jó, és tudod, a futásod meg ráadásul, amíg lehűsz, meg az elvisz egy pár órát. Ha tele van a hócipőm, és politikával van tele a fejem, akkor naponta elolvasok egy krimit. Ilyen tök átlag. Mikor indul a buli? Mikor indultok be nagyon? Amikor... De ez most nagyon a Covid-tól függ, őszintén. Uh-huh. Ha most nem lenne, akkor mi most már vidéket járnánk, és itt a kollégák megbolondulnának. Akkor elindulunk. Hétfőn inkább parlament van, tehát akkor nem. Akkor kezdve a csütörtök az vidék, és akkor az rohanás. Több vagy egy helyre, és akkor hazajössz tiszkol, másnap újra folytatod. Tehát a valóságos kampány szerintem jövő ősszel elkezdődik, és az utolsó 3-4 hónap az dráma nekünk is. A végére a választók is utálják rohadtul. Most már hagyjuk abba, válaszunk, azt mondjuk túl rajta, ugye? Ezt aláírom, persze. De mi is beledöglünk a végére, tudod? Hát. Nem, de a végére egyébként pont kabaré szokott lenni, tudod, amikor már egymás plakátjait tépkeditek, az a legizgalmasabb, már csak popcorn kell, tudod, és egymás torkának esnek. De ez mindenhol ilyen. És mikor vagy apuka, férj? Hogyha ennyit foglalkozol a DK-val? Ja, hát amikor éppen emberek vagyunk. Hát most nagyon nehezen, mert a legnagyobb, mert a középsők felnőttek. Na, hát szóval. Ők azért nem igénylik a mindennapokat. Nézd, tavaly évben, mikor a feleségem, a Dobrev Klára már Brüsszelben volt, egy évig velem volt a legkisebb gyerek, 4 évesen. Én hoztam az olyba, én vittem, és alkalmazkodom kellett az ő életritmusához. Most idejében Marci Brüsszelben van, most én rohangálok ki. Most holnap épp azért rohanok ki Brüsszelbe, hogy lefektessem a gyereket, mert a Klári éjszakáig dolgozik. Meddig maradsz benne a politikában? Innen tervezel nyugdíjba menni? Vagy hogy mindig 5 vagy 10 éves terveket szoktam kérdezni, válasz melyik szimpatikus, várjál, nálatok 4 éves tervek vannak, nem de... politikusoknál, akkor mi? Következő 4 évre mit tervezel? Hát akkor biztosan politikus leszek. Azt szoktam, hogy az ellenfeleimet idegesítsem. A Gyurcsányok hosszú életűek, és amíg nem alszom el a parlamentben, addig politikus leszek. Aztán, hogyha lebugjan a fejem... Nem volt még ilyen? Hát nem, te! Én valójában, különösen a mostani parlamentben, én akkor megyek, amikor fontos szavazások vannak, és amikor ilyen fontos nagybeszéd helyzet van, mint éppen tegnap. Nehogy megnézd, pedig rohadt jó volt. Rohadt jó volt, hidd el. Földob téged, meg a Jakab Pétert rendszeresen földob a Facebook, úgyhogy belefutok. Igen, belefutsz. Nagyon ügyesen vannak beállítva a hirdetések. Megköszönjük. Dicsérd meg a social media-t mindenképpen. Igen. Vannak, akik ezzel foglalkoznak. Szóval én az ilyen komolyban, amikor vannak ezek a vége láthatatlan, semmit nem érő dolgok, az nem az én dolgom, a kollégáim benn vannak, és aki valamit ért hozzá, az beszél. De ezért a havi egymisiért nem mondják azt, hogy figyelj, azért 10 napot benn kell, nekem nem másfél. Neked másfél. Én még a frakcióvezető, úgyhogy mostantól kell szólítsa a frakcióvezető úrnak. Jó rendben, hát figyelj, most egy 30 000 ember utált meg. Plusz. Figyelj, Zsolt, Zsolt, beszéljünk világosan, ez az általános szöveg. Ahhoz, hogy te jó ilyen izéket csináljál most velem 50 percet, az mennyi munkád van a háttérben? Sok. Az a képviselői munka, amikor én vidéken fórumot tartok, és többre megyek vele, mint hogy ott díszpinyként ücsörgök, és akkor mi a bánatos szűzmárja van, ami fontos volt, azt úgyis meg fogom tudni. A pártom álláspontját majd valaki el fogja mondani. Tehát az egy félreértés, hogy a képviselőnek az a dolga, hogy ott ücsörögjön a parlamentben. Hát én nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél. Amikor én veled fotózkodtam tényleg ott a Pride-on, nem gondoltam volna, hogy egyszer a lakásomban fogadlak és kérdezhetlek. Akkor is rengeteg kérdésem volt, de valahogy jobban érdekelt ott elől az a zenés kamion, mint te.
Ez viszont mára megváltozott. Most már, ha kamion és köztet kéne választanom, akkor téged választanálak. Isten, már érdemes volt eljönni. Hát köszönöm szépen nektek is, hogy megnéztétek ezt a mai részt. Lehet, hogy mégsem ez egy ilyen felvett, maníros valami dolog a Gyurcsány Ferenc részéről. Lehet, hogy tényleg tök emberi vagy. Ne hozd rám az ideget, tényleg itt a végén. Na jó, van, mindenféle elérhetőséget megtaláltok lent a videó alatt. Tartsatok velünk jövő héten, és jövünk újabb Egy Kanapé résszel. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Sziasztok!